Nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket. VN TV-zve Viva Natura televíziót látnak. Ezen belül is a Viva Natura, Vivat Natura adássorozatunkban Mester Károly úrral beszélgetünk. Szerbusz! Szerbusz! Ez egy trilógiának a harmadik része. Igazából az első két részben arról beszélgettünk, hogy az ember micsoda hülyeségeket követel maga ellen biokémiai, mentális és mindenféle szinteken. Érdemes megnézni, aki nem érti azokat a szavakat, amit Károly említ, most már elektronikusan szépen bepecsögöd magadnak az internetre, Wikipédiába, bárhol is meg fogod látni azokat a válaszokat, amiket most itt szó szerint nem lehetett megmagyarázni, de az összefüggéseket megérted belőle. És utoljára, amikor a második adás vége fele, ott hagytuk abba valahol, hogy most a következő adásban bemutatnánk azt, már most erről van konkrétan szó, hogy mi a megoldás, mert ugye idáig nem riogatni akartuk a kedves nézőket, hanem tényfeltáróként elmondtuk, hogy mi a kánagy helyzet a világunkban. Még sok esetben Magyarországon még mindig egy kicsit szerencsésebb a helyzet, mint más olyan országokban, ahol az ipari mezőgazdaság és mindenféle vegyi forradalom és a multicégek még nagyobb dominanciát kaptak, és letarolták az ipart, az egészséget és az életet és a boldogságot ezzel együtt. És mielőtt belekezdenénk abba, hogy te milyen megoldást találtál arra, hogy az immunrendszert, illetve a bennünk lévő mikrobiumot tudja támogatni, még egy kicsit beszélj már arról, hogy a mi házi kedvenceink, akiket legjobban sok esetben szeretünk, a legdrágább tápokat megveszünk nekük, mi a baj ezzel a rengeteg táppal, amit a cicáknak, kutyáknak, a Jóisten tudja, milyen háziállatoknak odaadunk és megvásárolunk? Hát igen, ugye gyakorlatilag ugyanolyan táplálkozási környezetben vannak az állatok, mint mi. Tehát ha valaki mondjuk a commerce, tehát kutyatápokat megnézi, bár ez nincsen ráírva, tehát gyakorlatilag ott az alap, tehát azt mondom, hogy minimum 50-60% az pelyhesített gabona. Ez a pelyhesített gabona, ez azt jelenti, hogy nedves gőzzel föl van tárva, és ugye az idézőjelbe téve teljes kiörlésű, átvitt értemben, hogy a teljes gabona szemről van szó. Egy húsevő állatnak a nedves gőzzel gyakorlatilag a keményítő kisebb egységekre bomlik, és a kisebb egységekre bombott keményítőt még a kutya is meg tudja emészteni, és a macska is meg tudja emészteni. Na most ugye a kutyatápoknál két probléma van a gabonával. Egyik az, hogy ugye annak idején a juhász kutyája is evett gabonát, csak ő kovászos kenyér formában, vagy kovászos kenyér héj formában ette meg ezt a gabonát, és 30 évig élt, és ugye 25 év után már nyugdíjba került a pásztor mellett, illetve betanította a kis kutyát ugatni az öreg kutya. Tehát gyakorlatilag nem voltak mozgásszervi problémák a kutyáknál, nem volt bőr probléma a kutyáknál, és nem volt semmiképpen pajzsmirigy probléma. Két dolog miatt. Ugye egyik az, hogy fermentált volt a gabona. Tehát ha én fiatal ember lennék, most fermentált gabonából gyártanék kutyatápot, mert az nagy üzlet lenne most. Hiszen akkor én elmondanám, amit most nem mondanak el, hogy tulajdonképpen a gabonában lévő lektinek, amelyek ugye glikoproteinek, gyulladást okozó anyagok, az nedves gőzzel nem lehet lebontani. Azt egyféleképpen lehet. Egyébként sajnos humán táplálkozás élettankönyvben is ez van leírva. Nem lehet. Csak fermentációs útján. Tehát ez a fermentáció a gombák és a baktériumok megdolgozzák. Hogy kérdezzek valamit, ugye a lektin ugyanúgy benne van a babba, a lencsébe, és azt mondjuk, hogy ha 10 percig, fél óráig főzzük, akkor a lektin tulajdonképpen eliminálódik, mert hogy az a nagy szerepe a lektinnek az életben, hogyha elvettünk egy magot, és nincs elég nedvesség, akkor a lektin még nem engedi azt, hogy csírázásnak induljon, hanem megfelelő mennyiségű nedvesség kell ahhoz, hogy ez kitárulkozzon a növény. Ugyanakkor, amikor elkezdem főzni, akkor elég erős vizes közegbe teszem, 10-20 perc, fél óra múlva még ugyanúgy benne marad a lektin, ezek szerint? Na most ugye ez növényféleség függ. Tehát ugye gyakorlatilag majdnem minden növényben van lektin. Az a szerepe, hogy megvédje a növénynek a gyerekét a rovartól, a rákcsálóktól. Például a génmódosított burgonyába a hóvirág hagymában lévő lektin tették bele, de a búzacsira agglutinin fehérjét használják a
képmódosítással foglalkozók, hogy beleteszik különböző növényekbe azáltal, hogy a rovaroknak idézőjelbetéve csináljon bélgyulladást. De nekünk is csinál bélgyulladást, tehát a Pusztai Árpádnak és dr. Bardos Zsuzsának, ugye ők a világ legnagyobb lektin kutatói, tehát gyakorlatilag ők ezzel foglalkoztak. Hát ugye ők bizonyították be, hogy a génmódosított burgonya, az amfora az milyen problémás. Tehát a lektinbe ők a mértékadók, tehát 30 éve fogok. Akkor nem menj be a lektinbe, de most ilyen szempontból nem jó, hogyha magas lektintartalmat fogyasztunk. Tehát. Így van, így van. Tehát most én azt szoktam mondani, hogy ugye az, hogy minden nap ér bennünket, tehát a szója tele van a lektinnel. Távol-keleten ugye egyféleképpen eszik meg a szóját, fermentálva. Tehát itt van a varázsszó, a fermentáció. Tehát gyakorlatilag az, hogy X, tehát mondjuk egy évben kétszer megesszük a lencse levest, azzal nincsen semmi probléma. De az, hogy ha valakinek gluténmentes lisztként lencse lisztet adnak el, az már nem jó. Legalább, vagy gluténmentes lisztként szója lisztet adnak, az sem jó. Tehát ez egyértelmű, hogy... Babot elég sokat eszünk, és annak is magas a lektin tartalma. Így van, de megint, ha nem volt, nincsen szivárgó bél, tehát a glutén nem csinálja meg a kettőnek együtt. Tehát ha megcsinálod a szivárgó bélszindrómát, akkor ne egyél babot, mert akkor érzékeny leszel rá. Tehát ez az ételintolerancia, ez nagyon érdekes dolog. Tehát aki mondjuk, én azt szoktam mondani, hogy aki laktózérzékeny, annak nem az a fő probléma, tehát az ne igya meg a laktózmentes tejet. Tudom, megint most ipar érdekelen beszélek, azért, mert ő azért laktózérzékeny, mert szivárgó bél van, és az enterociták kefeszegélyén van a laktáz nevezetű enzim, és ez a laktáz enzim, ez azért nem termelődik meg, az enterociták nem fejlődnek ki. Mert le van kofa a bélbolygón. Így van, így van, így van. Tehát a kettőnek az együttes hatásának a következménye, tehát a babot túléltük, mert nem volt szivárgó bélszindrómánk. De egyébként a tejet is túléltük, mert nem volt szivárgó bélszindrómánk. És a tej zsírban meg ott voltak az enzimek, amik lebontották. Hát teljesen laktózmentes, hanem laktáz enzimmel van telepakolva, hogy bontsa le. Így van. Ugye, és a nagy kulcs, ami, és innen fogunk tovább menni, a fermentáció. Tehát az egész életünk az, hogy itt ülünk, több trillió milliárdnyi baktérium munkálkodik most is a bőrömön, az emésztőrendszeremben, a szavaimban, bármiben, a leheletemben. És hogyha ezeket így gyönyörűen kiírjuk, és az antibiotikumokról most még nem beszéltünk, az utolsó nap, amikor az utolsó baktériumot megölöm magamba, az az én utolsó napom is, mert az élet alapja a baktérium. És akkor innentől induljunk el, hogy mi a te logikád. Itt hadd mondjak még ezzel kapcsolatosan egy dolgot, hogy a talaj életet tönkretesszük ezekkel a vegyszerekkel. Tehát az akkumulátora a hasznos bélbaktériumoknak, meg egyáltalán a mikrobiomnak ott van a talajban. Hát a biotranszmutáció az, hogy a talajba előrejtsen különféle ásványokat, az ott lévő baktériumoknak a dolga. Persze. És ha azok nincsenek, akkor egyszerűen azok a halott földek egyébként. Tehát gyakorlatilag egy sertéstenyésztő kollégám mondta nekem, hogy előbb-utóbb meg kell nyomni a reset gombot, és újra kell indítani ezt a világot. Mert látjuk, hogy most már annyira terhelt ez a világ, hogy mint a számítógép, most már nem működik. Ja. Egy mondat, és ezt adás elejétől meg akartam kérdezni, hogy nekem egy kis hegyen van egy gyönyörű kicsi kis házikom, ahol én minden reggel madár csicsergésre ébredtem, soha semmi nem ártottam, nem mentem az erdőbe, és az énekes madaraim eltűntek ebbe az évbe. Tudod, a chemtrail az ugyanúgy permetezik a fejemre, ugyanúgy száradnak ki a fáim, stb. Megnézem az eső pH-ját, 3-as, és egyszerűen csak arra gondolok, hogy ez a rengeteg vegyszer, ami a fejünkre hullik, ez annak az oka, hogy például a kis énekes madaraim is eltűntek. Erről mi neked a véleményed? Most tőled akarom megkérdezni. Ez most én a 90-es évek elején sokat jártam Hollandiába autóval, és Hegyeshalomig eljöttem, és nem kellett a bogarakat letakarítani. Uh-huh. Aztán, mikor Hegyeshalomról Szarvasig értem, tele voltunk bogára, hát az volt a jó világ. Aha. Most már nálunk is egyre kevesebb bogarat kell takarítani az autókról. Ettől kevesebb a érdekes madár. Persze. Tehát egy nagyüzemi technológia, hogy most már ilyen fóliába becsomagoljuk a szálas takarmányokat. Hát ez óriási probléma. Az ott lévő teljes faunát gyakorlatilag bezárjuk és megöljük. Megöljük. Tehát az anaerobaktikat nem annyira, csak... Hát nem, de ez önmagában, ugye ez gyakorlatilag egy körforgás, hogy akkor keressük, hogy hol vannak a fecskék.
Hát hol vannak? Hát ha nincsenek rovarok, nincsenek lecskék. De ha nem ez béka, akkor gólya se lesz az előző adásra. Egyértelmű. Na akkor légy szíves, a herbafulvorod. Hogy jutott eszedbe, hogy megcsináld? Milyen gyógynövényeket csoportosítottál? És ez a fulvorsav milyen szerepet játszik benne? Azért, hogy mindig beszélgetünk, de erről ez mindig valahogy lemarad, és ez engem nagyon érdekel. Tehát Einstein mondta azt, hogy őrültség az, ha ugyanúgy csinálunk mindent, ahogy eddig, és mi másik eredményt szeretnénk kapni. Várjál, mondott még egy dolgot, amit nem tudsz egyszerűen elmagyarázni, azt igazából nem is érted. Tehát, hogy most akkor Marinének légy szíves azt, hogy ne a kémiai kötéseket, mert kiszold a konyhából, hanem hogy logikusan megértsen. Tehát ugye én a kis malacot szerettem volna elküldeni a bioboltba, mert ugye éri glifozát hatás, gyakorlatilag a bélbaktériumokkal is probléma van, az enzimre, tehát az immunrendszere nem jól működik, állandó hasmenés van, bőrproblémáknak vannak a kis malacoknak, tehát az anyukák nehezen szülnek, tönkretesszük a veséjüket, meg stb. Stb. Ugye ismertem gyakorlatilag azokat a takarmány összetevőket, amik az input. Ugye az élettanát ismertem a sertésnek, és a következményt meg ott láttam. Na, ezt a kérdést én megpróbáltam megfejteni. Nyilvánvalóan ez nem egy év volt. Hát gyakorlatilag a kollégáim főzték a sertéstelepen a disznótoros üstházba a gyógynövényeket, és akkor ott raktuk össze, hogy milyen gyógynövényekből hogy rakjuk össze, és amikor az antibiotikum nem működött, akkor elővettük ezt, és utána a választást mindig már ezzel indítottuk el, és gyakorlatilag hát láttuk azt a hatást. Tehát amikor ugye itt nagy cégek beszélnek, meg főleg ilyen állattenyésztésben fejlesztésre, hogy kiadják valakinek kísérletre. Én ott éltem az életemet, és én nem fejlesztettem, hanem éveken keresztül használtuk, gyakorlatilag módosítottuk az összetételét, és ezt konkrétan, ezt egy hetes nevű istállóba csináltuk meg a kísérletet, hogy 9 kutrica, 3 ismétlésben, és akkor teszteltük a hasmenést antibiotikumokra és a gyógynövényt. Volt olyan kutrica, hogy meg is tudtuk ölni antibiotikummal az állatot. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy tehát tulajdonképpen probléma van az antibiotikummal, tehát van mellékhatása az antibiotikumnak. Konkrétan például, én ezt nem, ugye megtalálja az ember ezt az összefüggést, hogyha a májban bizonyos biogén amin lebontó enzimek nem működnek, mert antibiotikumok gátolják, tehát neki nem azért volt hasmenése, mert baktérium vagy vírus csinálta ezt, neki gastroenterálisan volt hasmenése, tehát azt jelenti, hogy a bélnek a szerkezete nem alakult ki rendesen. Tehát a bélnek a felületén van egy, úgy hívják, hogy cukorkabát, ilyen glikokálix, olyan szép neve van. Ez gyakorlatilag azért van, hogy a gyulladást okozó cukorkódok ellen ő egy ilyen védő pajzsot von a bélnek a falára. Érdekes módon, hogy a dánok ezt vizsgálják, hogy kismalacnál mekkora a glikokálixnak a réteg vastagsága, mert ha vékony, akkor előbb-utóbb baj lesz. Na most nekünk nem vizsgálja senki, na most nekem a probléma az az, hogy tulajdonképpen a bélnek a szerkezetét úgy el sem magyarázzák Isten igazából, hogy tulajdonképpen a bél hogyan oldja meg az a védekezését, az integritást, hogy mi mehet át, mi nem mehet át, ami nem mehet át, az semmiképpen ne engedje át, hogyan tudja önmagát regenerálni. Tehát gyakorlatilag nagyon sok esetben én rájöttem arra, hogy a kismalacoknál elrontjuk a keringést. Tehát ugye 6-7-szer akkora védelmi rendszerünk, mint amennyi vérünk van. Ez azt jelenti, hogy a vazodilatáció, tehát a vérereknek a megnyílása, tehát 6-szor olyan nagyságúra tud tágulni a vérér. Tehát mondok egy példát, ha mondjuk valaki jól lakott, akkor gyakorlatilag érzékeljük ezt a bélbe, és oda megy a vér a bélbe kinyílnak az erek, és akkor elindul szépen az emésztés. Ha valakinek magas a vérnyomása, mert valami elrontja, majd esetleg elmondom, hogy mi rontja el, szerintem, akkor gyakorlatilag az következik be, hogy nem lesz jó a keringése a bélnek. Nem tud kifejlődni szabályosan a bélhámsejt, nem tudja megtermelni ezt a cukorkabátot, és oda van a bélnek a védekezése. Na most, ettől van magas vérnyomás? Tehát 3 Nobel-díjat adtak azért, hogy
az a anyag, ami a vérerek, tehát ugye 160 ezer kilométer a vérérhálózatunk, 160, négyszer akkora, mint a Föld körbe. Mindegyiken van kívülről egy sima izomréteg. És gyakorlatilag ezek a sima izmok a bélnek a belső falán a hámsejtek megtermelik a nitrogénmonoxidot, az kidifundál, ha nincsen a lerakódás, mert ez egy fontos dolog, kidifundál, gyakorlatilag az következik be, elernyednek az izmok, kinyílik, és ugye Jancsi boldoggá tudja tenni Juliskát. Ha ez nem következik be, nem tudja boldoggá tenni. Ez az összefüggés, nincs meg nekem. Te. Még egyszer, jó, oké. Okay. Tehát gyakorlatilag a nitrogénmonoxid, ha termelődik a bélhámsejtekbe, és kimegy a sima izmoknak utasítást adni, hogy te lazuljál el. A sima izmot mi lazítja el? A nitrogénmonoxid. Uh-huh. És az van az argininből. Tehát ebbe a termékbe bele van téve egy fulvósavhoz kötött arginin. Ez nagyon-nagyon érdekes, azért, mert szabad aminósav nem jó a bélbe. Ez egy alapigazság. Viszont a fulvósav arginin együtt, az egy komplex, és gyakorlatilag az arginin úgy szívódik föl, mint egy fehérje, és a szervezetnek odaadja az argininint. A másik nagyon érdekes dolog itt az állatok takarmányában a lizin, de humánba is kerül bele lizin, mint ízfokozó. Gyakorlatilag... Még a Juliskát nem értettük, ezt nem mondtad el. Tehát, Juliskát, ja, ekkor, bocsánat. Akkor van erekciója, hogyha... Így van, ha így van. Elernyednek az erre... Nem, akkor összehúzódik az ér, nem? Nem, ha kinyílik az ér, igen, akkor gyakorlatilag a vér tud bemenni. Igen. Tehát a pénisznek a méretét a beáramló vér növeli meg. Ez a lényeg, tehát, tehát be tud menni a vér a barlangos testekbe, mert megnyílnak a vérerek. A vese probléma is azért van annyi, mert gyakorlatilag ugye egy vesében 160 kilométer vékony cső van, 160 kilométer, és ugye egy vese artéria az durván 5 milli, és ott nincsenek golyós csapok, hogy most működik a vese, és akkor kinyitom 1 millió felé elágazott véreret, hanem vazodilatáció van. A nitrogénmonoxid megtermelődik, csak ugye ez az érdekes, ugye amikor a herpes vírus problémát kezeltük, hogy nincs arginin a vérbe. Ha nincs arginin a vérbe, akkor a vazodilatáció nem működik. Tehát amikor a mofettába a idősödő úr elmegy, és gyakorlatilag a láb bőrén keresztül a nitrogénmonoxid felszívódik, akkor bátrabban közelíti a fiatal nőket. Azért, mert ő tudja azt, hogy neki most jól fog működni. Tehát a Viagra egyébként, most lehet, hogy most ezt meg kifütyülitek, az gyakorlatilag a nitrogénmonoxid lebontást gátolja. Én pedig úgy gondolom, hogy az egész keringést kell segíteni. Segíteni kell a vesében, segíteni kell a bélben, és segíteni kell a péniszben. Uh-huh. És segíteni kell az agyban természetesen. Tehát aki fejfájós, az egyértelmű, hogy az agy oxigén hiányos. Tehát itt már nagyon-nagyon bonyolult mélységek vannak. Én az a lényeg, hogy gyakorlatilag az rontja el a keringést a kismalacban, hogy a lizint szabad aminósavként adom oda, elvonom a membrántranszporter fehérjét a szervezettől, az arginin nem tud mozogni. Én meg azt mondom, hogy teszek egy csomó fulvósavat ebbe a készítménybe, az megtalálja a gyomorba a lizint, azt mondja, gyere ide barátom, mert én szeretlek téged, mi egy komplex vagy egy komplex kötést alkotunk, és onnantól kezdve nincsen baj a lizinnel. Tehát ebből azt is mondod, hogy aki most egyrészt több ilyen kollagén, ilyen polipeptides fehérjéket adnak, amire aminósavakra már lebontott kollagént árulnak, hogyha ott nincsen egy hordozó, ami beépítse a szervezetbe, akkor simán aminósavat nem szabad adni a táplálkozásra. Tehát mondok egy példát. Na. Tehát az egy látható probléma, hogy a kismalacnak hogy néz ki a fülre. Azt látom. Hát azt látom, ja. Ha angolul beüti valaki, hogy fül nekrózis kismalac, akkor látja, hogy hogy néz ki a kismalacoknak a füle. A kismalacnak a füle az tele van erekkel, és ott a kapillárisok nem tudnak megnyílni, és ezáltal elhal a fülnek a szövete. Uh-huh. Ezt humánban úgy hívják ezt a betegséget, hogy Szent Antal tüze. Ez egy nagyon érdekes dolog, a középkorban volt ilyen betegség, azért Szent Antal, mert Szent Antal gyógyította meg őket egyébként,
és gyakorlatilag ott az embereknek a keze és a lábvége egyszerűen elhalt, és azért volt tüze, mert melegnek érezték, tehát elevenbe volt, tehát elkopott az ujja magyarul, de nem fájt neki. Kismalacnak se fáj a füle egyébként. Na most gyakorlatilag itt ott a Claviceps purpurea, mindegy, tehát aki tudja, az ergotin rontotta el, az érösszehúzó, régen ezt mi vérzéseknél használták az állatorvosok, de humánban is használták ezt régen. Ez egy alkaloida, ugyanaz a hatása, hogy nem engedi, hogy megnyíljon a vérér. Tehát, na most ugye ebben a készítményben, ha valaki ezt úgymond a kismalacnak például odaadjuk, akkor gyakorlatilag nem lesz fülvég problémás, és jobban fog működni a veséje, és érdekes módon, tehát ez megint az én, tehát a minden harmadik, negyedik sertésnek magas a vérnyomása, mert munkahipertrófiás szíve van. Ez azt jelenti, hogy a balkamra izomtömege megvastagszik, tehát durván a sertésnek, egy 100 kg sertésnek 12 milli a balkamrának az izomvastagsága, és 30-35 milli a kamrának tehát a tér, már úgy mondom, az átmérő, ahol luk van. Ez ugye ebből lesz a verőtérfogat, amit egyszerre kinyom. Az egészséges szívnek az 76 milliliter durván, azt hiszem, egy embernek, vagy 70 milliliter egy verőtérfogatnyi vér, és nyilvánvalóan ezt x-el megszorozva óránként, vagy percenként, megkapod a perc térfogatot. Na most visszatérve ide, amikor a sertés szívnek a falvastagsága 30-35 milliméter, és gyakorlatilag a lumen, a luk a szívkamrába meg 12 milliméter, akkor gyakorlatilag ott azt mondom, hogy hetedére, nyolcadára leesik a verőtérfogat, nyilvánvalóan a perctérfogat is, azért, mert nem tudnak megnyílni az erek, és nagy vérnyomás ellenében kell neki dolgozni. És akkor ekkor mit akkor adsz neki? Tehát gyakorlatilag a fullvósav kezeli ezt a problémát. Uh-huh. Úgy, tehát a sima izmokat ellazítja konkrétan? Így van. Na, nagyon érdekes dolog a sima izmoknak a szerepe, mert nitrogén monoxid ott egy aloszterikus anyag. Tehát akinek refluxa van például, az gyakorlatilag, ez azt jelenti, hogy az ileocecalis billentyű, a gyomorkapu, és gyakorlatilag a nyelőcső záróizom nem zár tökéletesen, tehát sima izom probléma van. Akinek pitvari tahikardiája van, tehát gyakorlatilag ahol a szemölcsök, amik rángatják megfelelő ütemben a szív billentyűket, nem tud összehúzódni nitrogénmonoxid hiány miatt. Tehát az aszmának az oka, ott is benne van a nitrogénmonoxid hiány. Tehát ugye én azt szoktam mondani, hogy én nem pulmológus, gastroenterológus, meg kardiológus vagyok, én sima izomológus vagyok, tehát ez azt jelenti, hogy ami mentén elromlik a sima izom, annak mentén próbáljuk úgymond megelőzni a problémát. Tehát egyszer van egy nagyon prima hordozóanyagod, igaz? Ez a fullvósav. Akkor említettük a már értővis kimonatot, a szilimarin, de még egy rakás gyógynövény van ebben. Mik ezek? Tehát a lósóska mag az gyakorlatilag több száz éve használt gastroenterális problémára, mégpedig neki van egy baráti tűz elve beépítve a lósóska magba. Ő tudja, melyik a hasznos B-baktérium, most nem bántja, és gyakorlatilag a károsoknak pedig gátolja a szaporodását. Tehát tulajdonképpen a jelenlegi problémára, ahol a génmódosított növényel bekerülő glifozát írtja a hasznos B-baktériumokat, ez megpróbál ellenállni ennek a dolognak. Na most ugye a másik nagyon érdekes dolog, ez megint ugye az állatoktól jön, hogy a glifozátnak van egy kontakthatása. Tehát ez azt jelenti, hogy a génmódosított szóján fölnevelt állatoknak nagyon-nagyon komoly a nyálkahártya sérülés. Ez nyelőcső és gyomornyálkahártya. Innentől kezdve ugye nem lesz jó a savtermelés, nem lesz jó a pepsin termelés, nem lesz jó az emésztés. Záróizmok nem záródnak. Így van. Tehát gyakorlatilag szerintem nincsen kapszula, hogy ezer gondod van, és akkor bekapod és meggyógyulsz, hanem ami mentén elromlik. Tehát amit ugye Einstein idézetet mondtam, hogy ugye másképp csináljuk. Csináljuk másképpen, és akkor más eredményt fogunk kapni. Na most ugye nagyon érdekes dolog a mikrokapillárisoknak a megnyílása. Tehát ez nagyon érdekes, hogyha nincs táplálék a bélben,
akkor gyakorlatilag az erek össze vannak szűkülve. És ugye mindig oda megy a vér, ahova kell. Na most ugye ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy tulajdonképpen ez a mechanizmus romlik el. Tehát a vazodilatáció romlik el, tehát nem tudnak megnyílni az erek. Na most ennek gyakorlatilag egy nagyon-nagyon érdekes gyógynövénye az áfonya, az áfonya levél. Tehát ugye a angol pilóták voltak a legjobb pilóták, ugye éjszaka jöttek bombázni Németország fölé, és az egyik pilóta mondta a parancsnoknak, hogy ma éjszaka én nagyon jól láttam. És másik esetben azt mondta, hogy most nem láttam jól. És a parancsnok elkezdte elemezni, de a többiek is mondták, hogy ma nagyon jól láttak. Azért, mert áfonya lekvárt tettek. De az nem levélből van, hanem a az egy másik dolog. Vörös áfonya. Így van, tehát gyakorlatilag, de abban, tehát a fekete áfonyában is, tehát mi Erdélyből hozzuk az áfonya levelet, a levélben sokkal több van, mint a gyümölcsben egyébként, és gyakorlatilag, de hát ez a Kolozsvári Egyetemnek, a Marosvásárhelyi Egyetemnek a gyógyszerészeti fakultása, tehát a Rácz Klotilia, azt hiszem, jól mondom a hölgynek a nevét. Pécsen. Igen, igen, tehát gyakorlatilag óriási szakirodalma van egyébként az áfonya levélnek. Hát a legjobb, na most a nitrogén-monoxid termelődő képességét segíti az áfonya, ezért jó a diabéteszre például. Meg tehát, a magas vérnyomásra is. Így van, így van, így van, így van. Na most ugye ez egy, tehát tulajdonképpen az a baj, hogy el is rontjuk egy kicsit, tehát nekem egy kicsit a gyógynövényesekkel kapcsolatosan az a problémám, hogy nem ugyanabban a táplálkozási környezetben élünk, mint 50 évvel ezelőtt. Aha. Én egy kicsit beletettem a más táplálkozási környezetet ebbe. Aha. Gyakorlatilag azok a hatások, amik érnek bennünket, azok a hatásokat ezek a gyógynövények próbálják kivenni, és ebben a fulvósav nagyon-nagyon, tehát van, akin nagyon-nagyon fontos szerepe van. Ugye a fulvósav az a huminsavaknak a legkisebb molekula tömegű része, tehát durván 2000 daltonig van, nincsen benne laktongyűrű. Ezért minden pH-jú vízben oldódik. A huminsav csak enyhén lúgos pH-n oldódik. Tehát amikor Erdélybe esik az eső, vagy a hegyekbe esik az eső, és lejön az Alföldre a folyó, a fulvósav ott van benne, hozza magával. Tulajdonképpen fulvósavat vizet ittunk ezelőtt 30 évvel még. De most ugye a KOI érték miatt, tehát el kell oxidálni, mert ugye az Európai Unió nem tudja, hogy a fulvósav az egy jó szerves anyag, nem pedig vírus meg baktérium, ezért gyakorlatilag szerves anyag nem lehet benne. Viszont ezek beviszik például a parajdi sót. Tehát amikor valaki megsózta a levesét, és azt egy fulvósavas vízből főzték meg azt a levest, akkor már levesbe a 84 féle mikroelem hozzákötődött a fulvósavhoz, és rögtön a vékony bélelején felszívódott. Akinek hasmenése van, ez kis csirkénél látjuk. Akinek hasmenése van, annak nem tudnak felszívódni ezek a sók, és gyakorlatilag ozmotikus problémája van a szervezetnek, tehát nem megfelelő a só koncentráció, tehát ezek a kationok, anionok nincsenek meg a szervezetbe, és tulajdonképpen a bélfala, mint egy félig áteresztő hártya működik, és a kettőnek az ozmotikus koncentráció különbsége határozza meg, és hogy gyakorlatilag alacsony a szervezetbe az ozmotikus nyomás, akkor egyszerű fizikai alapon nem tudja visszaszívni a vizet. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes. Odaadjuk a csirkének, a napos csirkének, nem akarnak inni, mert tovább ront, tehát a sima vizet adsz, tovább romlik neki az ozmotikus állapota. Nem iszik, nem rontja magát. Viszont beletesszük ezt a készítményt, megkóstolják, és ezerrel isszák. Tehát ez nagyon-nagyon érdekes dolog. Az egy másik érdekes dolog, hogy tehát most már tehát lesz... akkor nem csak humán, hanem állati. Így van. Tehát ennek az egész kérdésnek, tehát én el szoktam mondani, én nem akartam, én nem volt gondolatom nekem humán terméket gyártok. Megcsináltam az állatgyógyászatit. Csak elkezdték inni az emberek a telepeken, meg az állatorvos is elkezdte inni. Összesen hány gyógynövény van benne? Ideig négyet beszéltünk el. Hát tulajdonképpen 10 gyógynövény van benne, és ilyen természetes anyagok, tehát gyakorlatilag a fulvósav és a másik nagyon érdekes dolog az almapektin. Tehát én beszéltem itt már a finom rostokról, az élelmi rostoktól. Tehát mi, hát azt mondom, hogy biotermelésből, mert szerintem biotermelés, ha nincsen akkreditálva, de olyan helyről hozom az alma, szárított alma törköly. Tehát kipréselik az almalevet, elviszik a fruktózt, mert ugye abban leginkább az van. Én meg megveszem a megszárított
sejtfalakat, meg a gyümölcsnek a héját, és gyakorlatilag abból főzünk almapektint. És gyakorlatilag jelentős mennyiségű almapektin van benne, ahhoz, hogy ugye a károsoknak akadályozzuk a szaporodását, a hasznosokat nem bántjuk, plusz a hasznosokat tápláljuk a pektinnel. És a bélbacik imádnak rajta szaporodni. Én amikor kalkuláltam ezt az egészet, akkor még 5000 forint volt nagy tételben egy kiló almapektin. Most 17000 forint. De mondjuk mi megcsináljuk idézőjelbe téve ebbe a termékbe fillérekért. Tehát tulajdonképpen most megint azt mondom, hogy a kismalacot beküldtem, akkor vegyél magadnak almapektint, beletettük. A keringésedet mi rontja el? Na most ez nagyon érdekes dolog, hogy humánban nagyon sok probléma van az egysejtű parazitákkal. Sok probléma van, tehát gyakorlatilag nagyon sok máj problémának parazita oka, giardia oka van például. Magyarországon én jöttem rá legelőször, hogy a kismalac kokcidiózisos lesz. Az egy egysejtű tehát parazita család. És akkor még az egész szakma csodálkozott rajta, hogy ilyen nincs. A csirke az igen, de a malac az nem. És gyakorlatilag eltett 3 év, és egész Dániában az összes kismalacot kezelni kell kokcidiózis ellen, Magyarországon is, azért, mert nem működik a sejtes immunitás. És a sejtes immunitásnak a katonája az a makrofág, tehát ha stimulálva van az immunrendszer, akkor monociták aktiválódnak, azok lesznek belőle makrofágok, falósejtek. Ezek a falást úgy végzik el, hogy a katonának a pisztolyába a lőszer az a nitrogénmonoxid. Tehát akkor hol van nitrogénmonoxid? A sejtes immunitás működésébe, a keringésbe, az inzulinrezisztenciába, a sebgyógyulásba például. A fibroblasztok képződés, tapasztalat van rá, hogy nagyon-nagyon jó gyógyulnak a sebek, aki ezt használja, mert a fibroblasztok képződése az nitrogénmonoxid függő. Tehát számtalan olyan tudományos cikk van, ez egy lengyel anyag volt, amiben én a fibroblaszt és a nitrogénmonoxid termelődő képességet megtaláltam például, és akkor sportkórházból visszajött, hogy az a beteg, akinek Achilles problémája volt, és ő folyamatosan itt a herba, tehát mindegy a készítményt, neki nagyon-nagyon jó gyógyult a sebe. Tehát, és ugye ha megnézed a diabétesznél, mi a erekciós probléma, nitrogénmonoxid hiány, sebgyógyulás, nitrogénmonoxid hiány, inzulinrezisztencia, nitrogénmonoxid hiány, magas vérnyomás, nitrogénmonoxid hiány. Csak hát nem tudom, hogy elmondhatom én ezt, hogy mi rontja el azt, mert valami elrontja. Nem a herbe fulvó állítja elő nitrogénmonoxidot, hanem a szervezet öngyógyító képessége. Persze, így van. Tehát gyakorlatilag azáltal, hogy a membrán transzporter fehérje ott van mindenhol, ezáltal gyakorlatilag el tudja szállítani, mert most ugye randevúra megyek, most oda kell a nitrogénmonoxid, most kaptam egy vírust, akkor az immunrendszer működéséhez kell a nitrogénmonoxid. Egyébként a daganatos sejt felismerése után az immunrendszernek az a feladata, mert a sejtes immunitás az első vonalban ő dolgozik, hogy indítsa el a programozott sejthalált, mert természetes körülmények között ez zajlódik le a szervezetben, a daganatos sejtben, és a programozott sejthalált az a nitrogénmonoxid indítja el. Ezek le vannak írva. Tehát gyakorlatilag az, hogy ha valakinek magas a vérnyomása, magas a kockázat, hiszen a daganatos sejtek oxigén hiányos környezetben érzik jól magukat. Nekik nem kell oxigén, tehát nekik csak anaerob légzése van. Tehát tulajdonképpen azt mondom, hogy a táplálkozási környezetre végül is ez egy elég jó megoldás ahhoz, hogy ne alakuljon ki. Nyilvánvalóan tenni kell értem, mert mindig azért szoktam mellé tenni azt a tudást, hogy mit ne és mit igen. Vagy mit igen és azt hogyan, melyikből, mint. Tehát mindig a legelő állatot szoktuk kiemelni, mert az nagyon-nagyon fontos a legelő állat. Tehát ugye azzal jó minőségű húst viszünk be. De tehát én 1974-ben voltam először nagyüzemi sertéstelepen. Az én életem úgy zajlódott le, hogy 2004-ig, 74-től az 30 év. És gyakorlatilag ahogy kinyíltak a határok, és megjelentek a gyorsított eljárással a globalizált cégek itt Magyarországon, a globalizált takarmányipar, akkor kezdődtek el nagy bajok. Ajánlom mindenkinek! Van a YouTube-on fönt számtalan, főleg most a nádudvar kapcsán sertéstelepek, hogy milyen technológiával, hogy tartják a sertést.
meg kell nézni, milyen gyönyörű, egészséges állatok voltak. Igazad van abban, hogy az egy plusz a szabadtartás, az egy plusz. De gyakorlatilag el szoktam mondani, hogy tehát a gazdasági állatok viselkedése, ez egy tankönyv volt, amit Szakó professzor úr írt. Előveszed azt a könyvet, és akkor megnézed, hogy körülbelül hogy viselkedett egy sertés. Most következő dolog, eltelt 30 év, most bemenél egy sertéstelepre, nem úgy viselkedik. Tehát én el tudom mondani, hogy gyakorlatilag egy 80 kilós hízó, az 23 vagy 22-23 órát aludt. Ment, evett, ivott, trágyázott és lefeküdt. Most pedig nem tud lefeküdni, mert szerotonin probléma van, nem megy az alvás, állandóan fönt van, fáradt az állat, irritálja, piszkálja a másikat, vagy hát vannak fönt előadásaim, most tartottam egy helyen, és le tudom játszani a videót, hogy 2 évig másképp takarmányozzuk az állatot, és hogy viselkednek a kocák. Na most ez humánban is igaz, tehát amikor ugye Amerikában bemegy egy gyerek, és az iskolába ott... Szétlövi az osztálytársát. Így van, ez nem... Ez szerintem ez biokémiai probléma. Uh-huh. Tehát adott esetben ugye egyrészt a dopamin termelés nincsen be, nem boldog a, tehát kiüresedés van, meg az egyéb kérdés. Tehát ezek mind. Megint el tudtunk beszélgetni 40 percet, és igazából most a harmadik adás végére megtudtam a, nem titok ez, hanem maga a logikájának az egésznek, hogy te az életet támogatod minden pillanatban a természetes dolgokkal, és hogy mennyire meg kell erősítenem azt, hogy a szabad tartás milyen veszélyekkel jár. Én jártam Krisna völgybe, és ott tudni kell, hogy 18 és 20 éves tehenek vannak. Ugye mi nem igen ismerjük ezt a kort, mert 4-5 éves korában általában a marhákat levágják, és én megkérdeztem, hogy ezek a drága jó bocikák, ezek miben pusztulnak el. És a legnagyobb megdöbbenésemre az volt a válasz, hogy szemrákban. Tehát, hogy nem tudnak napszemüveget tenni az állatokra, kint vannak egyfolytában, Krisna-völgybe ilyen nappal szabadtartásban vannak, és egyszerűen ez az óriási UV-sugárzás, ez a napkitörések szemrákot okoznak a marháknak, és 90%-ban ebben pusztulnak el. Mondjuk 18-20 évig élnek, de el kell ezen is gondolkodni, hogy minek a következménye ez. Ez egy másik adásnak a rész lenni. Én nagyon köszönöm neked ezt a fajta gondolkodásmódot, ami ötvöződött ebbe a herbafúvóba. Nekem is nagyon sok pozitív visszajelzésem van, és igazából ez nem egy csodaszer, hanem a szervezet belső orvosát támogatja, és minden, ami kívülről támadás ér, ha a belső orvosom rendben van, akkor gyakorlatilag tudom ezt kompenzálni, és még a dopamint, a boldogság hormonaim is megjelennek, és egyszerűen látom az icipici gyerekemen, hogy nála még minden rendben van, és működik ez a boldogság termelés, és ahogy növekednek fölfelé, a csillogás ugye kipusztul a szemükből, és már csak ilyen droidként élik az életüket, és ez nem csak a mentális programozás miatt van, hanem a táplálékokon keresztül is fontosan döngöljük őket, és akkor van megoldás, többek között a herbafúvó, hogy az emberek próbálják meg az egészségüket helyreállítani, legalább az emésztőrendszerüket. Én köszönöm, hogy itt voltál. Ez a három adás jó húzós, aki egyben nézi meg, annak garantálom, hogy elég sok fejfájás fog okozni a szempontból, hogy sok mindent ki kell jegyzetelni, és meg kell nézni, utána kell nézni. És ha mondta Karcsi, hogy van fenn elég sok adás a YouTube-on, igenis kövessétek, mert ami az állatgyógyászatban már evidencia, amit ott kimernek mondani, na az a humán gyógyászatban is hamarosan megjelenik, mert hogy a táplálkozási láz csúcsán mi vagyunk, és az állataink elkövetett bűntények azok kulminálódnak a mi táplálkozásunk, illetve a mi életünkben. Szeretnék neked még bármit, amit ezzel kapcsolatosan szeretnél elmondani, hogy ne én fejezzem be ezt a dolgot. Hát ugye nagy fejtörés volt ez, hogy merjek-e belevágni ebbe a humán. Te már túl vagyunk, mert belevágtál. Belevágtam. Csak hát ugye ez nagyon érdekes, hogy látva itt a problémákat, vagy az összefüggéseket, tehát azért az jó lenne, ha odáig eljutnánk, hogy változna egy kicsit a gondolkozás. Tehát, mert nem, végül is én nem szelet akartam, vagy akarok vetni, hanem,
hanem gyakorlatilag, hogy változzon a gondolkozásunk. Te olyan szelet vesz, csak nem vihart araszt, hanem egészséget arat, igaz? És ha majd a GDP az nem a számokra, hanem a boldogságra fogja hangsúlyt tenni, akkor valószínűleg megváltozik a világ. De amíg itt a fejünkben nincs ez rendbetéve, addig pusztítjuk ki magunkat. Hát ugye 90-ben tanították meg nekünk, ugye, mert azt, hogy miért tartjuk a sertést. Ugye nekünk még úgy tanították az egyetemen, meg az egyetemi tankönyvben is úgy van benne, hogy a sertést a húsáért, a brőréért, meg a szőréért tartjuk. De 90-ben megtanították, hogy nem azért tartjuk, hanem a profitért tartjuk. Na most ennek a szemléletnek kellene változni. Tehát én nagyon-nagyon hiszek abba, nyilvánvalóan ez óriási pénzkérdés, tehát nekem annyi tőkém nincsen, hogy ezt megvalósítsam, de én biztos vagyok abba, hogyha én mondjuk tudnék, mondjuk valaki azt mondja, hogy figyelj ide, bár nem hiányzik a munka, mert így is reggeteket dolgozom, hogy valósíts meg azt, hogy kapsz, nem kell sok 100 hektárt, kapsz egy kis telepet, és akkor valósíts meg önmagadat, vagy ahogy te gondolod ezt a világot, és gyakorlatilag egy kis feldolgozóval bezárva, és egy adott esetben egy adott közösséget táplálva, és azt nézzük meg közgazdaságilag majd, hogy akkor neked mennyi a gyógyszerfelhasználásod a telepeden, mennyi lesz a probléma azoknál az embereknél, akik a te élelmiszeredet eszik meg. Tehát ez így közgazdaságig értékelve, vagy ahogy nemzetgazdaságilag, ahogy régen mondták, tehát gyakorlatilag biztos vagyok benne, hogy a gyógyszerfelhasználás az állatoknál, az embereknél, az embereknek a munkavégző képessége, meg stb. Háromszor, négyszer annyi profit lenne. Csak sajnos az a profit, az a termelőnél maradna, az embereknél maradna, nem pedig a beszállítóknál, a vegyszergyártóknál, a takarmánygyártóknál, meg a gyógyszergyártóknál. Ugye azt mondja a gyógyszergyártó, hogy minden meggyógyult beteg, az egy elvesztett fogyasztó. Tudod? És amíg ez a szemlélet megy a világba, addig tátongunk itt a szakadék szélén, már kapaszkodnánk fölfelé. És én mindig azt látom, hogy ezt meg lehetne fordítani. Pontos ilyen kis telepekkel, közösségekkel. Nem értem, hol az a kapu, tudod, amikor összehívnak egy konferenciát, hogy akkor emberek itt és most jelentsük ki Magyarországon csomagolóanyag mentes boldogra, boltokban árul termékekre, áfa kedvezmény, adó kedvezmény. És egyszerűen az emberek, a vállalkozók ebbe az irányba mennének el, igaz? De amíg a szemetet halmozza, a szemétbiznisz van, stb., addig egyszerűen ez a világ föl elpusztítja magát, és ez nem Amerikába indult el, ez egyfajta olyan szemlélet, ami az emberiséget, a jelenlegi civilizációnkat elpusztítja, földarálja, és igenis a VNTV felelősségtudatos nézőjén is múlik, hogy milyen változások lesznek a saját életedben, meg a kisközösségünk életében. Ha most ezt a közel 3 órát végig hallgatod, akkor rá fogsz jönni, hogy úristen, csoda, hogy élek. És igazából én a biót is nagyon tisztelem, sokkal jobb, mint a nagyüzemi termelés. Az előbb elmondott talajvízszennyezés, a levegőn keresztül eljutott szennyezés, az égből jövő mocsok miatt egy idő múlva már azt sem lehet fenntartani, de még mindig jobb, mint amit nagyüzemi termelésbe lehet adni. Nem adom vissza a szót, mert akkor sosem fejezzük be. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Önök szavazzanak bizalmat ennek a Herba Fulvónak. Elérik több csatornákon, például nálunk is. És én visszavárlak fél év múlva megint, hogy mit haladt ez a dolog előre. Jó? Köszönöm szépen. Én is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t, Vivanatoda televíziót láttatok, Mester Károllyal beszélgettünk, nem középiskolai fokon, de remélem az összefüggéseket megértettétek, és adjátok, terjesztétek, és változtassatok az életeteken, legalább olyan formában, hogy mit esztek, felelősséget vállalva a gondolataitokért, a táplálkozásatokért, mindenért, amit emberként megcselekedtek. Viszontlátásra!